kívánok neked, és mindenki másnak szép ünnepeket. Egy év megint elmúlt, s már itt van egy új, de gondolj a földre, hol háború dúlt, és szóljon egy ének az ünnepekért, és szóljon egy ének a gyermekekért. Boldog karácsonyt most mindenkinek, ki távol van tőlem, s ki itt él velem. Hát szervusz karácsony, békét hoz reményt, maradj még, ne menj el, ne vidd el a fényt, és szólj az ünnepekért, és szóljon egy ének a gyermekekért. Hát boldog karácsonyt kívánok neked, és mindenki másnak szép ünnepeket. Egy év megint elmúlt, s már itt van egy új, de gondolj a földre, hol háború dúl, és szóljon egy ének az ünnepekért, és szóljon egy ének a gyermekekért. Áldott békés karácsony kívánok minden kedves nézőnknek! A mai ünnep talán az egyik legjobban várt időszaka az évnek, hisz ilyenkor melegség tölti el a szívünket, szeretteinkkel időt szakítunk a találkozásra, és együtt várjuk a csodát, mely mindenkinek más formában érkezhet az életébe. Karácsonyi Csodaváró című műsorunkat láthatják, és megígérhetem, hogy ünnepi hangulatban fog eltelni a következő másfél óra itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Zenével igyekszünk bearanyozni karácsony ünnepét, ugyanis műsorunkból kiderül, hogy erdélyszerte csodálatos zenei lelkületű emberek vállalkoztak arra, hogy elküldjék nekünk karácsonyi dalaikat, színesítve műsorunkat, megmutatva tehetségüket és kreativitásukat. A mai napon a beküldött karácsonyi dalok közül három olyan produkciót láthatnak műsorunkban, melyek elnyerték ma esti meghívottaink tetszését, illetve egy olyan zenei produkció is látható lesz műsorunkban, melyet önök választottak ki szavazatukkal. Minden előadó velünk lesz a stúdióban. Én Ambrus Laura vagyok, a Mozaik műsorvezetője, és ma este én kalauzolom önöket. Népes Máris a stúdiónk meghívottaink társaságában. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és velünk együtt ünnepeltek ezen a napon, bármennyire messziről is jöttetek. Bizonyára számotokra is megterhelő és elfoglalt ez az időszak, ugye az ünnepek időszaka, de ugyanakkor inspiráló is, hiszen az ünnepekhez, a karácsonyhoz szorosan hozzátartozik a zene is. Mit szóltatok a felkéréshez? Miért vállaltátok el a feladatot, illetve volt-e már hasonló felkérésben részetek? Sziasztok, hát kicsit meglepetés volt, de kb. Mindenek igent mondok, ami hazahoz Erdélybe, és ráadásul még közelebb, mert hogy Vásárhelyen születtem, meg Vásárhely környékén laknak a rokonaim, úgyhogy... Hazajöttél akkor. Igen. Még mindig jó más munkája fölött ítélkezni, ez is hozzájárult a dologhoz, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek. Reni, zsűriztél már, mert ezt idézőjelben mondhatjuk így is. Hát amúgy még nem, még soha, szerintem az az első alkalom, ha jól emlékszem, de szerintem jól emlékszem, és én is pont így vagyok, hogy nagyon jó hazajönni, és mindig minden olyan elvállalok, ami nekem szimpatikus és itthon van, úgyhogy én állok elébe, és álltam is elébe ennek az egésznek. Nagyon szeretem azt, hogy tehetségeket lássak, és esetleg osztályozhatok, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség volt, én örültem a felkérésnek. Tamás, Tibor, ti már megtapasztalhattátok akár az Erdély dalában azt, hogy milyen az, amikor fölöttetek ítélkeznek. Nos, ti hogy álltatok a feladathoz? Hát az igazság, hogy nem egy egyszerű feladat, úgyhogy mondjuk már versenyzőnek lenni sem az, de
hogy mondjam. Igen, tetszett, hogy, hogy van ilyen verseny, vagy inkább egy ilyen ünnepség, nem csodaváró dolog, úgyhogy nekünk nagyon tetszett a felkérés, meg hogy ebben részt vehetünk. Tibor? Igen, én viszont már egyszer zsűriztem. Na, egy tapasztalt emberrel van akkor dolgunk. Van, nem ilyen körülmények között, de nem teljesen idegen a dolog. A kolozsvári diáknapokon voltam egyszer zsűri a karaoke versenyen, úgyhogy azt is nagyon élveztem, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez is nem mindig jó tapasztalat lesz. Könnyű feladat egyébként, igen, ugye eldönteni azt, hogy melyik is a legszimpatikusabb sok közül választani, ez olyan, mintha az anya kikéne a kedvenc gyerekét válassza. Ugyanakkor ugye ez egy karácsonyi csodaváró, tehát most itt karácsony ünnepén ülhetünk itt. Mindenképp megkérdezném, hogy mit jelent számotokra ez az ünnep? Fontos egyáltalán, hogyha igen, miért? Igazából nekem az egyik kedvenc ünnepem. Valamiért mindig ilyen jó melegséget hoz is, és én már október óta készülök rá, szóval nagyon már elkezdem, és mindig karácsonyi zenét hallgatok, ugye haza tudok jönni a szülőkkel, több időt tudok tölteni itthon Erdélybe, úgyhogy ez nekem az a kedvencem, és nagyon szeretem azt, hogy ez olyan, itt mindig nagyon sokan adnak ebben az időszakban. Tudom, hogy máskor is kellene, de ebben az időszakban még inkább az emberek arra buzdítják a többieket, hogy igenis adni jó, meg fontos a jótékonykodás, úgyhogy én ezt nagyon szeretem, és mindig élek vele ezzel a lehetőséggel. Ha valami elindult talán ebben az időszakban, hát ha megmarad az év további részében is. Igen. Engem is megelőztél az októberrel, én novemberben kezdek készülni. Gábor, te ezzel hogy vagy? Hát valahogy a gyerekkorral elveszett a karácsonynak is a varázsa számomra, de gondolom nem egyedül vagyok ezzel, azon azt mondja, hogy nem szeretem, vagy várom, mert hogy szeretek ajándékozni, meg szeretek ajándékot kapni, de amióta nem hiszek az angyalban, azóta már nem olyan igazi. Vagyunk ezzel páran még így. Igen, valami változik a hétköznapokhoz képest? Igen, hát először hiszel az angyalban, és aztán te leszel az angyal előbb-utóbb, de szerintem az eljutunk egy ilyen szintre. Igen, hát nekem a családdal való együttlét és a lenyugvás, kicsit csak együtt lenni a napi forgatagból kikerülve, nekem ezt jelenti a karácsony. Igen, hát én lassan 10 éve elköltöztem otthonról, és nekem a karácsony az az időszak, amikor mindig hazamegyek, és együtt van a család, az otthoni barátaimmal találkozok, úgyhogy mindig az az időszak az évnek, amikor hazatérek. Na igen, ilyenkor tapasztalja meg főleg az ember, amikor már a családtól ugye távolabb él, mondjuk, hogy hogyan is lehet megteremteni azt a hangulatot, amit egyébként gyerekkorában megszokott. Van egy olyan tevékenységetek, amit mindig évről évre szeretnétek megismételni, így karácsony közelettével, valami, ami elmaradhatatlan a karácsony ünnepéhez kapcsolódóan? A töltött káposzta. Na igen. Ja. Csatlakozok. Készítitek is, vagy csak fogyasztjátok? Szigorúan fogyaszt. Szigorúan. Nekem a bégli. Hogyha már a kajánál megállunk, de egyébként nem csak ez nyilván. Hát én mindig megfogadom, hogy nem eszem magam túl, hát mindig siker. Ez az időszak, ez nem arról szól, hogy korlátozok egymást, úgyhogy ezt már elengedtem, de egyébként így mindig próbálom időben beszerezni az ajándékokat. Erre nagyon szeretnék figyelni, idén nem jött össze, de amúgy eddig nagyjából tartottam egy adott időszakot, így november tájéken, amikor sikerültem vele, és a jótékonykodás és koncertek nekem azok, hogy sosem maradnak el, és minden évben figyelek arra, hogy tudjak elvállalni ilyen eseményeket. Reméljük azért senki nem maradt ajándék nélkül, ilyenkor biztos, egy picit gyorsabban kell, de azért jó dönteni ilyenkor is. Gábor, te sütni, főzni szoktál, vagy nem ehhez kapcsolódik a tevékenység? Szoktam sütni, főzni, karácsonyi sütni-főzést nem, de tudok mondjuk rántottát csinálni, meg elég jó leveseket csinálok. Karácsonyi sütni-főzést karácsonykor az nem, de Reni adott egy jó ötletet erre, hogy felkészülni időben az ajándékokkal, mert most, hogy mondta, én mindig karácsony előtti napokban szoktam bevásárolni. És már olyan futás van. Igen, és mindig gyűlölök ajándékot vásárolni, pedig általában szeretek ajándékot vásárolni, mert ki kell találni, hogy akkor kinek mit, és akkor az egy kicsit izgalmas, de mindig, amikor utolsó percben csinálja az ember, akkor
környékenbeli három bevásárlóközpontot körbejárom, szétizzadom magam, és akkor a végén veszek valamit, ami annyira nem is passzol. Úgyhogy ez egy jó tipp, Reni, hogy legalább egy hónappal előtte. Igen, igen, komolyan mondom, hogy áldás. Tehát itt akkor sok mindent tanulhatunk egymástól a karácsonyra készülődve, és ha már karácsonyi dalok közül kellett válogatnotok akkor, és erről van szó, kíváncsi lennék, hogy ti hogy álltok a karácsonyi dalokkal, mint zenészek? Tehát van, gondolkodtatok azon, hogy mindenképp legyen egy karácsonyi dalotok, mennyire fontos így az ünnephez köthetően, vagy esetleg szoktatok-e hallgatni ilyenkor ebben az időszakban karácsonyi dalokat? Van, aki elzárkózik mondjuk ettől. Én próbálok elzárkózni tőle, viszont szerintem ilyenkor akár hova bemegy az ember egy bevásárlóközpontba, vagy rádiót, hogyha bekapcsolja, akkor mindig megszólal a karácsonyi zene, amúgy szeretem. Titkon. De szerintem mi még nem gondolkoztunk ezen, hogy legyen karácsonyi dalunk. Itt az idő. Igen, hát nehéz is, mert annyi karácsonyi dal van már, annyi jó dal, és mit lesz karácsonyi? Ez is egy jó kérdés. Ha van benne csengő. Nem az, hogy igen, ez, hogy mindenképp csengő effektet kell rakni belé, akkor szerintem akkor több emberhez eljut. Egyébként jellemző az is, hogyha nincs is saját dala egy előadónak, akkor ilyenkor a cover-ök is, nem tudom, hogy egy koncertbe ezt hogy szoktátok beilleszteni, vagy van erre példa? Attól kicsit nehéz dolog ez a karácsonyi zene téma, mert például van olyan, amit... És akkor az előző kérdésre is eszembe jutott egy másik válasz, hogy mi az a szokás, amit mindig csinálunk, hát a családdal mindig elénekeljük a csendesét. És a csendesét például egy olyan dal, amit hogyha rádióban hallok, akkor nem fogom meghallgatni, mert hogy halálra hallgattam, de amikor a családdal énekeljük, akkor egy teljesen más atmoszférája van a dalnak. És a fiúk, amikor mondták, gondolkodnak karácsonyi zenekart, vagyis karácsonyi dalt írni, pont az jutott eszembe, hogy van olyan zenekar, akinek szerintem egyáltalán nem áll jól a karácsonyi dal. Tehát mondjuk, hogy a Rammstein például. Csak gondolkodtam, hogyha a mi zenekarunkkal karácsonyi dalt adnánk ki, akkor az jól állna, vagy sem. Én lehet, hogy inkább a fele húzok, hogy nem állna jól, de mondjuk van olyan dalunk, amire rá lehet húzni, hogy ez karácsonyi dal, mert a szövegében vannak olyan tematikák, amit ma fogok játszani. És nem biztos, hogy jól állna a fiúknak, hogy karácsonyi dalt. Én el tudok képzelni egy Ozzy Osbourne karácsonyi dalt, és szerintem mindenkinek a közönségének kellene egy karácsonyi dal. Úgyhogy Reni, te hogy ezt szeretnék, de ez ugye hozzám közel áll, tehát én szeretem, ez szerintem én is lennék úgy igazán. Viszont soha nem jutottam odáig, hogy tényleg időben elkezdem, megcsináljam, és valaki segítsen a hangszerelésébe. Úgyhogy én még így állok, remélem, hogy jövőre majd úgy tudok itt állni, hogyha még lesz ilyen esemény, vagy esetleg itt lehetek Erdélyben újból, akkor elő is tudjam adni azt, amit esetleg jövőre majd kihozok. Szóval nekem tervem van, még nem jött össze, de ilyenkor én is élek a cover-ök lehetőségével, és akkor így egy-két feldolgozást én is megcsinálok. Figyelj, következőben most van egy évünk rá, hangszerelem neked, és akkor elhozzuk, jó? Na, megbeszéltük. Okay. Most senki nem fog maradni karácsonyi dalok nélkül, úgyhogy már rá is térhetünk egyébként a műsor lényegére. Most már még közelebb kerültünk a karácsonyi dalok világához. Mutatjuk karácsonyi csodaváró zenei vetélkedőnk részleteit, és az önök által beküldött produkciókat, melyeket ezúton is köszönünk. Nem sokára pedig megtudhatjuk, hogy meghívottaink mely produkciókat találták szívükhöz legközelebb állónak, és stúdiónkban köszönhetjük majd az előadókat is. Még csak most jön igazán a karácsonyi dalok sora, tartsanak velünk! Hát boldog karácsonyt! Idén második alkalommal szervezte meg az Erdélyi Magyar Televízió a Karácsonyi Csodaváró zenei vetélkedőt, amelyre korhatárbeli megkötés nélkül jelentkezhettek amatőr és hivatásos zenészek, előadók, együttesek vagy kórusok. A Karácsonyi Csodaváró célja az erdélyi előadók népszerűsítése, megismertetése a nagy közönséggel. Az Erdély TV által meghirdetett vetélkedő támogatta a minél sokszínűbb zenei stílusokat, ezért bátorította a jelentkezőket, hogy kevésbé ismert dalokkal is jelentkezzenek, stílusbeli megkötés nélkül. A karácsonyi tematikájú, magyar nyelven előadott és beküldött felvételek közt népdalok, dicsőítő énekek. Pásztor lennél, vagy bölcs, 2000 évvel ezelőtt élnél.
és könnyű zenei produkciók szerepelnek. A csillagból a fény, a vetélkedőre kicsik, adventi hírnök friss fenyőág, lobog az első gyertyalánk. És felnőttek egyaránt jelentkeztek Erdély különböző régióiból. S mindörökké ez itt álljuk az Isten, tűnítsége minden. A marosvásárhelyi Bertóti Johanna és Fehér Csaba erre az alkalomra írt, saját dallal jelentkezett. Legyen ünnep gyertyafényben, és nézzünk át azon a pici résen, ami ilyenkor az égen nyílik, s felejtsünk el minden hisztit. A saját szerzemények mellett ismert előadók dalait is feldolgozták a vetélkedőre jelentkezők. A szól a kis falukba, szent karácsony éjjel. A jelentkezők közül néhányan hangszertudásukat mutatták be. Illetve kamarakórus is jelentkezett. A vetélkedő az Erdélyi Magyar Televízió YouTube csatornáján zajlott, a legtöbb kedvelést elérő produkció tulajdonosát egy ajándékutalvánnyal jutalmazzuk. Színes tehát a felhozatal, melyből meghívottainknak válogatniuk kellett, és bizony nem mindig könnyű ez a feladat. Döntés elé állítottuk mégis zenész meghívottainkat, hogy válasszák ki a számukra legmegragadóbb produkciókat. Gábor, mennyire volt nehéz a döntés? Elég nehéz volt, de ebben az esetben azt csináltam, hogy csináltam három top hármat, és akkor végül erre esett a választás. De igen, nehéz volt, hogy a kérdésedet még egyszer megválaszoljam. Milyen szempontok alatt választottál egyáltalán? Mi az, ami szerint eldöntöd, amikor hallasz egy dalt, hogy az tetszik számodra, vagy sem? Először általában az énekdallam szokott megragadni, de nincsenek konkrét kritériumaim. Hogyha tetszik a dal, hogyha szívesebben meghallgatnám többször, akkor az a nyertes dal, az összes közül stílus, vagy ilyesmi nem számít, inkább az, hogy meghallgatnám-e néhányszor, és hogyha egész nap azt hallgatnám, akkor nyilvánvaló a válasz, hogy ez a zseniális dal. Legalábbis az én ízlésem és az én dallamvilágom szempontjából. Mondtad, hogy nem számít a zenei műfaj, de hogy ennyire el tudsz rugaszkodni, teszem fel egy válogatásnál is ettől? Ez jó kérdés, hogyha lett volna mondjuk egy Manelli dal a listán, akkor lehet, hogy arra nemet mondtam volna, de ez már egy ilyen nagyon belém rögzött dolog, itt az, hogy a Manelit akkor azt nem szeretjük. Őszintén nem találtam olyan Manelit, amit szeretnék, de biztos van olyan, ami mondjuk tetszene. Egy gyönyörű énekdallama van, akkor elképzelhető, hogy tetszik. Szóval mindenképp igyekeztem nem úgy dönteni, hogy akkor melyik az a stílus, ami legközelebb hozzám áll, hanem melyik az a dal, ami tetszik. És nem is lenne igazságos talán a versenyzőkkel szemben, hogy akkor te most rockzenét játszasz, vagy klasszikust, és akkor most azért nem válogattak be, mert hogy a zsűri nem jártas, vagy nem szereti azt a stílust. Már rögtön első hallásra sikerült kiválasztanod? Igen. Nagyon hazudok. Nem. Mert azt csináltam, hogy pontoztam a dalokat. Tehát végigmentem a listán videó nélkül legelőször, és akkor azt, amit tetszett, azt annak adtam egy pontot, és akkor végigmentem megint a listán, de csak azokat hallgattam újra, ami már kapott pontot, és akkor a végén, amelyik a legtöbb pontot kapta, az nyert, és a top 3 az ugyanannyi pontot kapott, és aztán a végül, hát nem is tudom, mi szerint döntöttem, hogy melyik legyen az első, talán az ének. Mert kellett dönteni, végül kellett is dönteni, ez igen, is ott nem, van. Nem lehetett, igen. Azt hiszem, hogy az énekhang volt az, ami a döntő számot eldöntötte az én esetemben. Abban azért biztosak lehetünk, hogy sokkal több jó dal volt, mint ami beválogatásra került ide a műsorba, de hát azért itt dönteni kellett, és akkor elérkeztünk a pillanathoz, szerintem, hogy elárult, hogy kik is azok, akik mellette döntöttél, letetted a voksodat, de még ne áruld el azt, hogy miért.
Hát Árpád volt, aki mellett döntöttem. Úgy tudom, hogy azóta cserélődött a felvételen az, aki kíséri. Az ének hangja volt az első, ami úgy hallgattam, és akkor hirtelen megcsapott, hogy milyen gyönyörűen énekel. És őszintén az a dal, amit ők hoztak, az nem feltétlenül az én, nem azokban a berkekben járok, de olyan hangja volt, hogy azt mondtam, hogy ezt nem lehet erre nem piros pontot adni. Szerintem a nézők számára is ki fog derülni, hogy miért is volt ennyire különleges ez a dal. Tehát következzen Tóró Árpád és Fehér Izabella produkciója, utána pedig beszélgetünk is a meghívottakkal. Szeretettel köszöntünk benneteket, és gratulálunk, elnyertétek a Carbon Fools frontemberének, Fóris Ferenci Gábornak a tetszését, és szerintem még rengeteg nézőnek a tetszését, hiszen az ilyesfajta zene, ez a csodálatos pillanat, amiben részünk lehetett az előbb, bárkit képes magasztos hangulatba röpíteni így az ünnep alkalmával. Miért vállalkoztatok erre a feladatra, hogy bekülditek a csodaváróba ezt a dalt? Árpád. Az ötlet, hogy beküldjük egy dalt, Izabellától származik. A YouTube-ra ugye nem vele került fel a videó, az övé volt az ötlet, ő kapta meg a pályázatot, átküldte nekem, hogy figyelj, Árpi, jelentkezhetnél a dallal, ugyanis ez a dal már egy néhány éve elkészült, de semmilyen felvétel nincs róla, tehát se videófelvétel, se hangfelvétel. Annyit érett már a közönség előtt, úgymond élőben, hogy azt mondtam, hogy rendben, akkor ezzel érdemes lesz jelentkezni, és neki egy tanfolyamon volt jelenése Budapesten, és akkor megkértem egy másik kollégámat, akivel szintén nagyon sokszor volt előadva, tehát Lokodi Andrásnak is nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, sajnos ő most nem tud itt lenni, egy másik fellépésen, egy másik előadóval teljesít szerepet.
Tehát épp dolgozik ő is. Igen, ő is dolgozik. Izabella, hát akkor nagyszerű ötletet adtál Andrásnak és Árpádnak, hogy jelentkezzenek, hiszen mi sem bizonyítja jobban, hogy ez érdemes volt. Igen. Miért jött ez az ötlet számodra? Árpival mi már évek óta dolgozunk együtt, és szeretünk is együtt dolgozni, mivel emberként is nagyon jól tudunk egymáshoz kapcsolódni, nem csak zeneileg, ezért mindig keressük az új kihívásokat, az új projekteket, hogy miben tudnánk még fejlődni, vagy milyen új lehetőségek nyílnak számunkra megmutatkozni, és Árpinak ez a dal, amit írt, annyira fantasztikus és gyönyörűséges számomra legalábbis, hogy úgy gondolom, hogy sokkal többen meg kéne ismerjék, és kéne hallják, hogy lehet, és lehet álmodni, és kell merni. Gábor nagyon bólogat, tehát most már elmondhatod, hogy miért is nyerte el a te tetszésedet is, nem véletlenül. Hát elsődlegesen a hangja miatt, de én nekem most esetleg, hogy ez saját szerzemény. Bizony. Én azt hittem, hogy ez Bartók vagy Kodály vagy valami. De ugye, hogy olyan dallamvilága van, tehát kicsikét ugye, uram is, tehát hogyha tudtam volna a saját szerzemény, akkor nem is gondolkodtam volna, hogy ki legyen az első, mert a hangod egyből megnyert. Mondtam, hogy ez a srác, top 3-at csináltam, és akkor ott voltál a top 3-ban, és akkor a végén mellette döntöttem, mert hogy gyönyörű hangod van, de hogyha tudtam volna a saját dal, ez még hozzáadott volna, még egyértelműbbé tettem volna. Akkor most nagyon megértem az előbb, hogy szinte elérzékenyültél, amikor mondtad, mert hogy ez egy gyönyörű dal, hogy a saját szerzemény, uram Isten. Úgy neveztetek be egyébként, hogy nyerni szeretnétek? Arra vagyok kíváncsi, hogy mit szóltatok ahhoz, amikor felhívtunk benneteket, hogy kiválasztottam. Nem a nyeremény az elsődleges. Tehát nekem az elsődleges célom az az volt, hogy ugye mivel most már néhány éve kész van ez a szerzemény, annyit mondanék a szerzeményről, hogy hogyan született. Ugye én klasszikus zenei képzettséggel rendelkezem, tehát én hegedültem 8 évet, zongorázgattam, gitározgatok, ilyesmi, és klasszikus énekben ilyen egyetemet végeztem Kolozsváron. Kaptam egy nagyon jó magántanárnőt, akivel sikerült többet fejlődni, de mindig az volt bennem megfogalmazva, hogy nekünk magyar nyelven ebben az énekstílusban nincsenek kiemelkedő alkotásaink. És zeneszerzést azt különösebben nem tanultam, tehát ugye úgy ráérzés, meg nyilván rengeteg zenével találkoztam életem folyamán. Sokszor visszatartott az, hogy na most feladat-e ez nekem, vagy nem feladat, foglalkozhatok-e vele, méltó vagyok-e rá, vagy valami hasonló, de egyszer olvastam egy könyvben, kreativitással kapcsolatos könyvben azt, hogy ha van egy könyv, amit el szeretnél olvasni, de nem írta meg senki, akkor rajtad a sor. Ha van egy dal, amit el szeretnél énekelni, de nem írta meg senki, akkor rajtad a sor. És mivel nekünk magyaroknak nincsen Ave Máriánk, üdvözlégy Mária dalunk, pedig ez a boldog asszony hit, ugye a Szűz Máriában való hit, ez központi szerepet foglal el a történelem folyamán, mai napig nagyon erős, ugye? Úgy gondoltam, hogy méltó lenne, hogy nekünk is szülessen, belevágtam, és úgy érzem, hogy jól sikerült. És ennek a dalnak a népszerűsítése volt az elsődleges cél. Tehát nem a győzelem maga, hanem az, hogy lehetőségem van több emberhez eljuttatni. Ezért is köszönöm, hogy bejutottunk. Árpád, nagyon szépen köszönjük azt, hogy egyáltalán neveztetek, és hallhattuk mi is ennek köszönhetően ezt a dalt, hiszen csodálatos volt, mindkettőtök produkciója szerintem felemelő volt a mai napon. Én most, mivel hogy karácsony ünnepét üljük ezen a napon, ezért arra gondoltam, hogy egy kis játékba szeretnélek bevonni titeket, nem lesz túlságosan nehéz, mindössze annyi a feladat, hogy kaptok egy-egy cetlit, és írjátok rá kérlek azt, hogy mi számotokra a legfontosabb kifejezés, gondolat, de ne legyen ez túl hosszú, egy-két szó, amit kívánnátok, hiszen a mai napon a csodák talán valóra válhatnak, a vágyak beteljesülhetnek a jövő évre, magatok számára, vagy pedig a körülöttetek élők számára. Gábor, neked adom az első, és add tovább, igen, még egyet. És kérlek, írjátok akkor ezt rá, illetve
csak igen, sorra, illetve majd jelképesen felhelyezzük ezt a három gondolatot a karácsonyfára, és tényleg legyen úgy, hogy ez beteljesüljön. Kérlek, írjátok le. Kinek kívánok? Magatoknak, vagy bárki számára. Azt kívánom, hogy felismerje az emberiség az igazságot, mert békés jövőt csak igazságra lehet teremteni. Legyen úgy. Én a kiteljesedést és a beteljesülést írtam fel, úgy egyéni, mint közösségi szinten is. Köszönöm. Én azt írtam, hogy kevesebb magányt kívánok azoknak, akik magányosak. Miért, azt szerintem nyilvánvaló, mert rengeteg magányos embert is ismerünk és látunk, és lehet, hogy karácsonykor a legrosszabb. És hát ezt kívánom, hogy aki nagyon magányos, az legyen egy kicsit kevésbé. Mindenki nagyon fontos gondolatokat fogalmazott meg. Reménykedjünk, hogy tényleg a mai napon, itt a csodaváróban csodák történnek, és jelképesen felhelyezve a karácsonyfánkra, ezek a kívánságok valóban be fognak teljesülni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, még egyszer gratulálok nektek. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. És további sok sikert kívánok mindannyiótoknak. Gábor, ha jól tudom, neked is van egy ajándékod a nézők számára, és mi más lehetne ezen az estén, mint sem egy dal? Mit hallhatunk? Egy saját dalt hoztam, címe Silent Heart. Nem kimondottan karácsonyi, de rá lehet húzni, hogy karácsonyi dal, és elmondom, hogy miért ezt hoztam, mivel hogy itt a versenyzők között sokan vannak, akik saját dalt írtak, akkor legalább egy annyit megtehetek én is, hogy egy saját dalt hozok, hogyha már a saját dalokon ítélkezem. És ez egy kicsi lassú, szerelmes, kicsit karácsonyi, és elég szomorú és depressziós dal. A feleségem mindig azt mondja, hogy ne énekeljem, mert elszomorodik tőle, úgyhogy elnézést kérek a nézőktől, hogyha valakit megrikatok. De egy kis kedves dal lesz. Karácsonykor amúgy is hajlamosak vagyunk az erőérzékenyülésre, de a szeretet, a szerelem, ezek mindannyiunk életében nagyon fontos dolgok, úgyhogy köszönjük szépen, hallgassuk is meg a dalt. To ease your pain, drink this water from my hands. We shall rise up again. Rise right up to the morning sun. Leave your sorrows behind. Rise right up to the fading moon, and I will turn on your light. Give me a sign that you still hide surviving love somewhere inside. Don't be afraid, I'm standing guard. Teach you to sing your silent heart. Give me a sign that you're still there, that you have love for me to share. Oh, oh, oh.
give me a sign that you still hide surviving love somewhere inside. Don't be afraid, I'm standing guard. Teach you to sing out your silent heart. Give me a sign that you're still there, that you have love for me to share. Fóris Ferenci Gábort hallhattuk az imént, a Carbon Fools zenekar frontemberét. Már eddig is csodálatos karácsonyi dalok hangzottak el, és még messze vagyunk a végétől. Folytatjuk következő meghívottunkkal, aki nem más, mint Szőcs Renáta, akinek gondolom szintén nem volt egyszerű a döntés a produkciók közül, de hát mi azt a hálátlan feladatot kértük tőle, hogy válasszon egyet, ami tetszik a szívének. Reni, folyamatosan pici korod óta énekelsz, és folyamatosan törsz a csúcs fele. Ugye a 2016-os Star Academy-s győzelmed előtt is több műfajban kipróbálhattad magad. Nézegetve a produkciókat, valamelyikben magadra ismertél? Hát igazából szerintem mindegyikben az ember ilyenkor kicsit magára ismer, mert hogy annyira jó ezeket látni, ezeket a kibontakozó tehetségeket, és nézegettem a videókat, nagyon nehezen szültem meg, hogy most vajon tényleg melyik legyen a kedvencem, és tényleg annyira jó hallani azt, hogy itt Erdélyben rengeteg tehetséges hang, tehetséges zenész van, és így válogatni közülük, és nézni, és persze, hogy az ember megtalálja azt, aki kicsit közelebb áll a szívéhez, mert talán kicsit jobban tud vele azonosulni, mert magát látja benne. Ez velem is előfordult, és így született meg egyébként a döntésem is, hogy ki volt az, akibe azt láttam, hogy így hosszú távon, hogyha esetleg adok egy löketet azzal, hogy kiválasztom őt, akkor hogyha foglalkozik vele, akkor ez egy hosszú távú befektetés lesz az életébe is, egy gyümölcsöző út. Úgyhogy én így igazából így ezt vettem szempontul, és így jutottam a végleges döntésemre. Mi a legfontosabb általában is, amit mérlegelsz, amikor meghalasz egy zenét, és hogy az jó zene számodra, a fülednek tetsző vagy sem? Leginkább a hangot szoktam figyelembe venni. Nyilván a zenei alapot is, hogy ugye mi van aláfestve, de azért a hanga a számomra az első 10-15 másodpercben már eldől, hogy mennyire fog meg, mennyire szimpatikus, mennyire érzem azt, hogy átütő lehet. Nyilván ez ízlés kérdése is, tehát nem tudom azt mondani, hogy ami nekem tetszik, és ami nekem úgymond a top, az másnak is az lesz. Így aztán ez mindig szubjektív és relatív, hogy kinek mi tetszik, de én mindig a hangot nézem. Nos, hát kíváncsi vagyok, hogy kit is választottál, most még csak a nevét mondd el, vagy a nevüket, mert ugye itt többen is jelentkeztek, igen. Utána pedig majd meg fogod indokolni, amikor már ők is itt lesznek velünk a stúdióban. Én Alexandert egyébként és Andreát választottam. Ők egy ilyen kis duó formáció, ugye a gitárral kísérte. Nem tudom, hogy az énekes lány volt-e Alexandra. Ez még számomra is kérdés, mert nem írta a videó alatt, de azt tudom, hogy ők nekem így az első pillanattól már annyira szimpatikusok voltak, hogy az a kis egyszerű felvétel volt. Nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy a felvétel az legyen úgymond, hát, hogy mondjam, tehát hogy nem egy felvétel, hanem nem egy professzionális stúdióban elkészült felvétel, hanem egy ilyen kis normál kis szobába felvett, mert akkor hallom igazán azt, hogy körülbelül kinek hogyan áll a hangja. És ők engem első körben már meg is győztek az első hallgatásnál, és utána meg újra meghallgattam, hogy biztos legyek a döntésemben, és biztos voltam. Tehát már tényleg az első pillanaton annyira kis édesek voltak, és annyira azt láttam, hogy én is körülbelül ilyen voltam, amikor gyerekként megcsináltam a kis zenekart magam mögött,
mögé, hogy úristen, akkor mi most dalokat fogunk írni, és akkor én ezt láttam, magamat láttam egy picit bennük, úgyhogy nekem ezért esett rájuk a választásom. Örülök, hogy akkor mégsem volt egy hálátlan feladat a számodra, és akkor a következő percekben következzen tehát Magyari Alexandra és Tamás Andrea produkciója, majd pedig beszélgetni is fogunk az előadókkal. Az utcán lámpák fénye ég, ilyenkor gyönyörű a hóesés. Színek, ízek, illatok, a lelkem beleborzong, otthon vagyok. Énekelnek az angyalok, és a gyerekek szeme felragyog. Mindenki reménykedve néz az égre, ünnepek, ünnepek. Is messze, az ember érzi, nincs elveszve. Földre szállt a menny ezen az éjszakán. Az a különleges hangulat, ilyenkor mindig magával ragad. Szeretem a tél szagát és az otthon édes illatát. És az utcán nem járnak emberek. Az utolsó busz is elment régen, csillagok gyúlnak a sötét éjben. Hófehér karácsony ég, mennyi csodáról mesél. Ünneplőbe öltözött a világ. Is messze, az ember érzi, nincs elveszve. Földre szállt a menny ezen az éjszakán. Alexandra, mióta énekeltek együtt Andreával? Már volt korábban is közös produkciótok? Hát igazából volt egy dicsőítő zenekar, amiben benne voltunk, és ott énekeltünk közösen, de akkor így nem így egymással, hanem úgy egy nagy zenekarba, több emberrel. Hát kiskorunk óta nagyon sokat énekeltünk úgy másképp együtt, de ez csak ilyen hát szórakozásképpen. Andrea, te hogyan tudtál ehhez felzárkózni? Mindig szerettél volna a nővéreddel énekelni, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hát már ugye, mint Alexandra említette, kiskorunkban nagyon sokat énekeltünk, és így már így megfogalmazódott bennünk, hogy így szeretnénk együtt énekelni. Mit szóltál ahhoz, amikor kiválasztottak benneteket? Számítottál te egyáltalán arra, hogy ti most nyerni is fogtok, és a tévében fogtok szerepelni? Hát én nem számítottam erre annyira, és így nagyon meglepődtem. Reni, elmondhatod egyébként most, hogy miért is választottad őket, hiszen ez fontos, hogy hallják, hogy... Igen, szemtől szembe vagyunk most már, van lehetőségem arra, hogy én is köszöntsek benneteket, sziasztok, és amúgy nagyon-nagyon ügyes volt a videótok, nekem nagyon tetszett. Első alkalommal, amikor meghallgattam, akkor így tényleg így azt láttam, hogy mintha magamat látnám, mintha az én gyerekkori énemet, aki így tényleg nagyon szereti az ilyet, hogy élőben felvesz produkciókat, zenéket, énekel, és azt láttam, hogy ezt azért nem első alkalommal csináljátok együtt, azért éreztem a kis összhangot, és azért is esett rátok a választásom, mert úgy voltam vele, hogy hát ha az életetekben majd ez az első löket, amit kaptok, hogy igenis érdemes ezt folytatni, érdemes ezt csinálni hosszú távon, mert ez gyümölcsöző lesz számotokra, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt megfogadjátok, nagyon tehetségesek vagytok, és jók vagytok itt nagyon együtt, úgyhogy öröm volt hallgatni benneteket. Még eddig csak hobbi szinten gondolkodtatok a zenével kapcsolatban, de most hát, ha elindul bennetek egy másik gondolat, hogy ezzel komolyabban lehet foglalkozni. Hogyan választottátok ki a dalt, amit énekeltetek?
két évvel ezelőtt volt egy karácsonyi koncert, amikor Andrea ugyanúgy ezt a szólót énekelte, és hát ugye ez volt Andinak a kedvenc karácsonyi dala, így ezért választottuk ezt. Hogyan készültetek a mai produkcióra? Hát lényegében... Sok izgulással? Igen. Remélem, hogy nem, de akkor ez is benne van. És így ugye gyakoroltunk is, meg... Nagyszerűen sikerült egyébként a mai produkció is, csak úgy, mint a beküldött zene. Na és hát mivel karácsony van, mindenképp arra gondoltam, hogy egy picit játszunk ezzel kapcsolatban, hogy megtudjam, hogy ti mire gondoltok bizonyos karácsonyhoz köthető kifejezések kapcsán. Úgyhogy itt is van egy üveggömb, amiből arra kérlek benneteket, hogy húzzatok egy-egy cetlit, és amit rajta találtok, azt olvassátok fel, illetve mondjátok el, hogy milyen élményetek van ezzel kapcsolatban, mi jut eszetekbe róla. Én vagyok az Reni, te vagy az első. Jól van, húzok egyet. És akkor add körbe utána mindenki. Lássuk. Nyugalom. Ó, hát első dolog, ami eszembe jut, az tényleg a nyugalom a karácsonyról, hiszen ez az időszak az, amikor egy kicsit az ember lenyugszik a sok pörgés után, és a családdal tölti a jó kis bégli, meg a meleg töltött káposzta mellett. Úgyhogy ez a nyugalom számomra az a karácsonyjal egy egyenlő. Akkor ebben a zsúfolt időszakban is sikerül igen. Neked is megtalálni. Hát főleg ugye szent este. Szerintem az mindenki számára az, amikor végre le tud ülni, és már csak a nyugalom marad, és a család. És a karácsony napja is olyankor, aztán már igen. A főzés, meg a takarítás igen. Sem így a mai napon. Igen. Legyen ez így. Alexandra, kérlek, akkor te is húz. Csillag. Csillag? Igen. Hát nekem a csillag az a betlehemi csillag, ami oda vezette a bölcseket Jézushoz. És úgy az jut eszembe róla, hogy nekünk is ez a csillag a szívünkbe kell legyen, hogy tudjuk úgymond az életünket vezetni Istenhez, Istennel, mert nagyon fontos, hogy ott legyen a szívünkbe. Nagyon szépen köszönöm. Andrea, már csak te maradtál. Nézzük, hogy mit fogsz kihúzni. Hát a fenyőillat nekem erről az jut eszembe, amikor ugye így a készülődésben, az ilyen adventi készülődésben így elkészítjük együtt az adventi koszorút, és így mikor mézes kalácsot sütünk. Hát akkor szoktál segítkezni is bizonyára a mézes kalács sütésben. Köszönöm szépen, nagyon jó volt veletek együtt így egy kicsit megteremteni a karácsonyi hangulatot, hiszen ezen az ünnepen mindenképp fontos, hogy ne csak kívülről, hanem belülről is megszülessen a valódi igazsága az ünnepnek. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és gratulálunk nektek. Ti majd eldöntitek, hogy a jövőben akkor mit szeretnétek, de mindenképp azt tanácsoljuk nektek, én is, mint néző, és Reni is, aki kiválasztott benneteket, hogy nyugodtan foglalkozhattok komolyabban is a zenével, ezen elgondolkodhattok. Igen. Reni, hogyha jól tudom, akkor neked is van egy karácsonyi meglepetésed számunkra, egy dalt hoztál el, melyik lesz az? Én Frank Sinatra-t hoztam, a Have Yourself a Merry Little Christmas. Ez a kedvenc dalod? Hát igazából nagyon szeretem, de most ilyen kis nyugis, és ilyet szerettem volna elhozni. Úgyhogy én erre esett a választásom nekem most idén. Aztán remélem jövőre, vagy bármikor máskor majd saját dalokkal is tudok elrukkolni karácsony alkalmával. Akkor ne is várjunk tovább, hanem tekintsük meg, hallgassuk meg Szőcs Renáta dalát. Make the Yuletide gay.
Újabb karácsonyi dal, jó hangulat és még több zene, hisz itt van velünk Szőcs Tamás és Láng Tibor a Csajod zenekarból. Sziasztok, hát ti is azt a hálátlan feladatot, vagy nemes feladatot kaptátok, hogy választatok ki egyet a beküldött produkciók közül, ami megragad benneteket. Ti hogy álltatok ehhez a nemes vagy hálátlan feladathoz? Hálátlannak hálátlan, nyilván ezt így többször elmondtam már így interjúkban, hogy ez egy nagyon szubjektív műfaj, a zene, és olyan, mint az almát is hasonlítani a körtével, ilyen hasonlatként. Nagyon sok jó produkció volt, és nagyon sok produkció tetszett. Úgyhogy így elsősorban a 20-as listából akkor írtunk egy 10-eset, akkor utána egy 5-öset, és akkor folyamatosan változott a fejembe, hogy melyik lesz az első, és aztán el kellett dönteni, úgyhogy eldöntöttük. Nálatok nehezebb egyébként a dolog, mert hogy ketten vagytok. Tibor, mennyire értettetek egyet? Vagy volt ebből vita is, hogy ki lesz? Vita nem volt belőle természetesen, de amúgy ebben igazad van, ezt akartam is mondani, hogy nekünk talán egy kicsit nehezebb dolgunk volt, mivel ketten kellett eldöntsük. Azt hiszem, hogy kb. 90%-ban meg is egyezett a véleményünk, úgyhogy akit választottunk, akkor ez is egy megerősítés, hogy egy nagyon jó produkció. Tamás, számotokra biztos, tehát így a alkotóművészek számára, amikor egy következő zenén gondolkodtok, akkor mérlegeltek, hogy mi legyen erősebb, stb. Nem tudom, hogy hogy történik ez a folyamat, de mi az, ami számotokra fontos, amitől jó lesz egy zene, akár hogyha kívülről hallgatjátok, vagy amire ti törekedtek? Tóth Viktor, a budapesti jazz szaxofonos mondta, hogy kétféle zene létezik, az őszinte és a nem őszinte zene, és minden zene, ami őszinte, az jó zene. Tehát attól függetlenül, hogy milyen a stílusa, egy kifejező eszköz a zene, amivel a boldogságot, a szomorúságot, a haragot, mindent ki tudsz adni magadból. A lényeg az, hogy ez önazonos legyen, és tényleg őszintén érezed azt, hogy akkor ebben mondasz, amit nem arra gondolsz, hogy akkor ez sikeres lesz, nem lesz sikeres, úgy írom a zenét, hogy akkor ez jobban tetszegyen valakinek, vagy kevésbé, nem tudom, leveszem az élét például. Ez egy nagyon jó kulcs szó egyébként, hogy az őszinteség. Mert hogy talán ezt a szívvel kell hallgatni, tehát nem tudod azt mondani, hogy én a szöveget hallgatom, én a dallamra koncentrálok, én az előadóra, hanem úgy minden együtt. Tibor, kimondható, hogy akkor ez volt a fő szempont nálatok? Te mondjuk lehet, hogy másképpen vizsgáltad a dalokat. Abszolút. Szerintem mi elejétől kezdve olyan zenét játszunk és olyat csinálunk, amit elsősorban mi szeretünk játszani, és mi vissza szeretünk hallgatni. És hogyha ezen túl még más embereknek is tetszik az, amit csinálunk, az már tényleg egy nagyon nagy plusz. De a legfontosabb szerintem az, amit elmondott Tamás is, hogy őszinte legyen, és mi erre törekszünk mindig. Úgyhogy szerintem ehhez hűek tudunk maradni. Igen, meg hogy ez alapján szeretünk vagy nem szeretünk zenéket, hogy elhisszük-e azt, hogy tényleg ezt is gondolja, nem csak ezt énekli, vagy ezt mondja, vagy így adja elő. Akkor valószínűleg a következő pillanatban majd egy őszinte dalt hallgathatunk meg, de hát előtte mondjátok el, hogy ki az, akiket, vagy akit választottatok most ezúttal. Így van, akit választottunk, az Fejér Eszter és Sallai Krisztina.
Nos, hát akkor köszönöm szépen, mindjárt szembesítünk is, itt lesznek az előadók velünk a stúdióban, de előtte mindenképp hallgassuk meg tehát Fejér Eszter és Sallai Krisztina dalát. Vendégeink tehát Fejér Eszter és Sallai Krisztina, gratulálok a produkcióhoz, és kérlek, mondjátok el, hogy honnan érkeztetek ma este hozzánk, illetve azt, hogy hogyan készültetek a produkcióra. Eszter? Én Gyergyalfaluból jöttem. Én Aradról. És mi volt a fő szempont, amit figyelembe vettetek, mikor meghallottátok a Csodavárót? Egyből arra gondoltátok, hogy erre be kell nevezni? Hát én tudtam a versenyről, és akkor szóltam Krisztinának, hogy szeretne ő is részt venni, és hát ketten ötleteltünk, hogy milyen dalt válasszunk, és hát azt hiszem, hogy jót választottunk, ami mindkettőknek tetszik, meg minden, és talán nem is annyira ismert, és szerettünk volna valami olyat, ami nem egy nagyon közismert dal. Érezhető volt egyébként ez az összhang köztetek. Zenei múlttal is rendelkeztek, ami majd aztán ebből akár egy zenei jövő is lehet majd? Én nem zeneiskolából jöttem, úgyhogy professzionálisan csak itt az egyetemen kezdtem el zenét tanulni, de már korábban zongoráztam. Mindenképp akkor a Csajod zenekar két tagját megkérem, hogy mondjátok el, hogy miért épp őket választottátok. Ugye azért voltak még itt zenei produkciók. Mi ragadott meg bennük? Tamás. Hát elsősorban a dal az valóban egy a meglepetés erejével hatott. Nekem is egy nagyon szép dal, és azon kívül nyilván mi egy zenekar vagyunk, és fontosnak
tartsuk azt, hogy hangszerekkel legyen kísérve a zene, és élőben meg tudjon szólalni, úgyhogy egy nagyon iridlésre méltóan szép előadás volt ének szinten is, és nagyon szép volt a zongora kíséret is hozzá, úgyhogy igen, nagyon tetszett. Ők lettek a választottak. Miért nem tudunk ilyen szépen is tisztán énekelni. Tibor, említettétek korábban az őszintességet is. Tehát itt kettejük kapcsán is akkor ezt felfedeztétek? Így van. Nem ismertem ugye eddig, nem ismertük a lányokat eddig, de már így a felvételből is nagyon látszott, hogy megvan köztük az összhang, és egy nagyon őszinte produkció volt. Gondolkodtok egyébként komolyabb zenei karrieren is? Eszter, hogy állsz ehhez a kérdéshez? Hát én nagyon remélem, hogy sikerül a zenével tovább is foglalkoznom. Ezt még pontosan nem tudom megmondani igazából, de nagyon remélem, hogy sikerül. Ezek a lépések is talán közelebb vihetnek ahhoz. Igen. Krisztina, számodra mindig is fontos lesz a zene? Úgy gondolkodsz? Hát a zene biztos, hogy fontos lesz, hogy most külön legyek egy együttesben, vagy ilyesmi, erre nem gondoltam, ez nem volt cél előttem. Legelőször így zenetanáriban gondolkodtam, és aztán majd meglátom, hogy milyen lehetőségek adódnak. Milyen stílus áll egyébként közel hozzátok? Hozzám leginkább a klasszikus ének igazából. Azt tanulom 9. osztály óta. Azelőtt meg népdalt tanultam, úgyhogy így a népdal után a klasszikus igazából nagy váltás volt, de azt jobban szeretem. Gyönyörű karácsonyi dalt hoztatok el hozzánk, és hát mivel, hogy karácsony van, kíváncsi vagyok arra is, hogy egyes gondolatok kapcsán hogyan készültök a karácsonyra, úgyhogy egy játékra invitállak benneteket. Itt van ez az üveggömb, amiben 4 kérdés található, tehát mindegyik őtöknek jut 1, úgyhogy kérlek húzzátok ki és adjátok tovább. Egyúttal válaszolhatsz is rám, nézzük, hogy mi a te kérdésed. Mikor szoktad megvenni a karácsonyi ajándékot? Na? Jó esetben karácsony előtt. Ez egy nappal azt jelenti? Igen. Nem spontán élem az életet, úgyhogy nem mindig sikerül időben megtervezni. Igen, ezen van mit dolgozni. Talán majd jövőre sikerül. Jövőre, igen. Kibor? Most így. Igen. Milyen étel nélkül nem tudnám elképzelni a karácsonyt? Hát ez szerintem egyszerűen már említett töltött káposzta. Egyébként készíted is? Még nem. Még nem. De a még az fontos. Jó, törekszel rá. Ez a fontos. Eszter? Milyen ajándéknak örülnél igazán? Talán a kézzel készült ajándékoknak, vagy valami olyasmi, amire nem számítok, de szükségem van esetleg rá. Úgyhogy... Érdekes az, hogy sokan említik, hogy szeretnek kapni kézzel készített ajándékot, de te is szoktál hasonlóan ajándékozol? Te hát készíted? Mostanában annyira nem, de régebb készítettem, festettem inkább mondjam úgy kis bögréket, vagy kávéscsészéket, vagy kis készleteket, így mindenkinek a családban így van. Kávés is, meg egyéb is, kis tálakat is így. Egyére szabottabb tud lenni ez mindenképp. Krisztina, mi a te kérdésed? Mind szoktál idegeskedni karácsonykor? Hát az én karácsonyaim általában nagyon programtúsak, csomó alkalom van, rokonokat is meg szoktuk látogatni, és ilyenkor mindig az jelent nekem a legnagyobb problémát, hogy osszam be úgy az időmet, hogy az ünnepek, meg a pihenés mellett azért a sok teendőt, meg az egyetemi feladatok, meg a házi feladatokat is meg tudjam csinálni. Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy fontos lenne azt mindenkinek tudatosítani, hogy karácsony kapcsán nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy idegeskedjünk, de talán a legfontosabb az lenne, hogy kizárni minden olyat, ami felzaklatja ilyenkor az idegzetünket még pluszba, tehát minél békésebb legyen a karácsonyunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és még egyszer gratulálok a produkcióhoz, és teljesüljön a vágyatok, hogy tényleg komolyan foglalkozzatok, és sikereket érjetek el a zenében. És most pedig a Csajod zenekar is hozott nekünk egy produkciót, mint meglepetés, mint ajándék. Melyik dalt fogjuk hallgatni most a következő percekben? A Séta című dalunkat, az az első dalunk, amelyikhez klip készült, és az egyik a legkedvencebb, a szívünk közel álló dal. Nos, akkor hallgassuk is meg a Csajod zenekartól a Sétát.
egy ága talpam alatt is tompán nézek az íjbe. Egy csillag éppen sárga csíkot festett fel az égre. Zavaros csend a fejemben, már nem tudom miért várom. Csak a szívverésem hallgatom, s a sötétben az arcát látom. Az éjszaka valahogy megtörtént, de nem úgy történt, ahogy vártam. Fél édes feledés ízét hordozom a számban. Én köszöntem, ő intett, de nem jött szó a szánkra. Nincsen még út előre, de már nincs más hátra. Széltől szerzett ütemre épp keringőt járnak. Addig nézem őket, amíg el nem fog az álom. Én is velük lassúznék, csak még nincs itt a Ahogyan azt ígértem és ismertettem zenei vetélkedőnkkel kapcsolatban, a beküldött produkciók közül a közönség kedvelésekkel, azaz lájkokkal jelezhette, hogy számára melyik a legszívhez szóló produkció, és amely produkció a legnépszerűbbnek bizonyult, az nyerte a közönség szavazás díját, ami nem más, mint egy ajándékutalvány az Erdélyi Magyar Televízió részéről, és természetesen az, hogy beszélgethetünk a stúdióban a mai estén. A közönség szavazás díjazottja nem más, mint egy egész ifi kórus produkciója, mégpedig a Backa Madarasi ifiről van szó, kik közül mindannyian nem lehetnek itt, hisz nem férnének be a stúdióba, de örömömre szolgál, hogy eljött hozzánk Csiki József és Burján Bálint, szeretettel köszöntelek, és ezúton is gratulálok a produkciótokhoz. Sokak figyelmét megragadta tehát ez a produkció, ez a karácsonyi dal, nem véletlenül. Miért döntöttetek úgy, hogy jelentkeztek és csatlakoztok a karácsonyi csodaváróhoz? Nálunk hagyomány karácsony másodnapján, hogy az ifi fellép a templomban, és arra készülődve jöttek elő a dalok, és egy ilyen karácsonyhoz nagyon közeli, szóval nagyon karácsonyias témájú dalt választottunk, és úgy gondoltuk, hogy ezt tudjuk a legjobban meghangszerelni, és a mi stílusunkra egy kicsit csiszolni. Ez sikerült mindenképp, tehát bizonyítja az is, hogy most itt ülhettek a stúdióban. Bálint, kérlek, mesélj egy picit az ifiről, a Backa Madarasi ifiről. Te mióta csatlakoztál a csapathoz? Hát igazából mióta van ifi, én azóta részese vagyok. Az ifi közösségünk az viszonylag nagy, tehát elég sokan vagyunk, és majdnem mindenki tud játszani valamilyen hangszeren, vagy tanul. És ezért minden ilyen ünnepies alkalomkor összegyűlünk, és valamilyen zenei produkcióval fellépünk a templomban, vagy más helyeken, mivel vannak ilyen ifjúsági találkozók is, amik még nagyon, nagyon kedvesek számunkra. Akkor aktív az ifi csapat. Igen, mindenképp, aktív, mindenképpen. Egész évben, nem csak karácsonykor, gondolom. Igen.
És mivel ugye már a dal által is készültetek a karácsony ünnepére, miért fontos számotokra ez az ünnep? Mit jelent számotokra a karácsony? Hát karácsony elsősorban ugye Jézus születését, ahogy mi megünnepeljük, és ugye a keresztény hagyományokhoz képpen a nyáradmenti hagyományokat is ugye beleépítettük az életünkbe. Járunk kantálni, ugye megbeszéltük az ifivel, hogy milyen jó lenne elmenni kantálni. Az bizony. És hát igen, hogy számunkra ez egy nagyon fontos ünnep. Ilyenkor ugye összegyűl a család is. Hány fős csapat vagytok, mert azt mondtam, hogy nem férnétek be a stúdióba, de úgy körülbelül hányan vagytok az ifiben, azért jó kis csapat lehet ez. Heten, azt hiszem. Heten. Vagy nyolcan. Nem tudom. Hát akkor van egy jó baráti közösség, személy. És együtt elmentek kántálni, ilyenkor igen. Ünnepekre készülve, ez hangulatos lehet igazán. Hogy szoktatok készülni, Bálint? Te, hogyha az ifin kívül vesszük, akkor a karácsonyra hogyan készülődsz? Mivel hát, hangolódsz? Mindenféleképpen a családommal töltöm. Karácsonyra nálunk otthon nagyon nagy szokás az, hogy díszítsük a karácsonyfát, hallgatjuk a zenét. Mikor és közben díszítitek? Ez is fontos. Ez karácsony előtt egy nappal. Uh-huh. És ugye díszítjük a karácsonyfát, hallgatjuk a karácsonyi zenéket, főleg angolt. És közben a töltött káposzta az fő is, megvan az illat. Hogyha már kiemelted, van ennek különösebb fontossága, hogy angol zenét hallgattok? Valamilyen oka? Nincsen. Pedig igazán mennyi jó tetszik. Magyar karácsonyi dal van itt, azt a tietek is. Mit üzennétek a nézőknek, hogyha ezt megtehetnétek, kívánhatnátok az emberek számára valamit, vagy akár saját magatok számára a jövőre nézve? Bálint, kezdett te? Igen, azt üzennénk főleg, hogy számunkra se az ajándékokról szóljon a karácsony, hanem a Jézus Krisztus születésnapjáról, mivel ez erről szól, és neki háláljuk azt, hogy életét adta értünk. Remélem, minél többen fognak majd így gondolkodni. József? Hát azt üzenném, hogy minél többet töltsenek a családjukkal időt, menjenek el karácsonyba mindenféle ilyen istentiszteletre, vagy ilyen vallásos helyre, próbálnak meg erre időt szakítani, mert ugye, ahogy Bálint is mondta, hogy a karácsony az Jézus Krisztus születéséről szól, és hogy igen, töltsenek több időt a családjukkal, hallgassanak jó zenéket. Nagyon fontos gondolatokat fogalmaztatok meg, és ezek a gondolatok mind-mind sűrítve megtalálhatók a dalotokban, amellyel neveztetek a zenei vetélkedőnkbe. Köszönjük szépen még egyszer, és köszönetünket kifejezzük, ahogyan azt említettem a műsor elején, egy ajándékutalvánnyal is, ami az Erdélyi Magyar Televízió részéről van számotokra. Fogadjátok szeretettel, és köszönjük, használjátok szépen kedvetek szerint ezt. Gratulálunk még egyszer a csapatnak. Most pedig a következő percekben tekintsük meg a Backamadarasi ifit, mégpedig a Gyere el a jászolhoz című dalukat. Csillagot,
mondjuk hinnél annak az angyalnak, aki meglátogatott. Mondd csak hinnél annak az angyalnak, aki meglátogatott. Hát gyere el a jászolhoz még ma éjjel, találkoznod kell Isten szellem fényével, ne keress itt Köszönöm kedves figyelmüket, remélem, hogy sikerült meghitt pillanatokban a csoda felemelő érzésében részesíteni önöket mai karácsonyi csodaváró műsorunkkal. Mindenkinek köszönjük, aki részese volt valamilyen formában mai műsorunknak, akár meghívottként, akár előadóként, akár nézőként, vagy a műsor elkészítési folyamatában való részvétellel. Az év legszebb ünnepén szívünk minden szeretetével kívánunk önöknek meghitt, boldog karácsonyt szeretteik körében. Találkozzunk jövőre, a viszontlátásra!